Jó napot kívánunk, sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Régen találkoztunk, de ismét itt vagyunk. Változatlanul Lakner és Szeglidi nem fognak meglepődni a szereplőkön sem. Szia Zoli! Hello! No, miközben a műsorunk szünetelt, a politika az nem igazán, és van egy nagyon régi, hogy tetszik, közhelyes kérdés, amit időről időre fölvetnek, hogy mi köze van, vagy mi helye van a politikának az utcán, az utcához. Az utcai politizálás az egy toposza a magyar politikának is az elmúlt pár évtizedben. Összeraktam egy menetrendet a magunk számára, amit trollkodhatsz, ezt a nézőknek is mondom, szeretném megvitatni veled. Most cserélünk az R-betű szavakkal, neked lesz problémád. Jó. Nem kizárt. Szóval, hogy azt szeretném megbeszélni veled, hogy mi történt e tekintetben a rendszerváltástól, ami egy utcai politizálás is volt, vagy jelentősen utcai politizálás volt, összöd érintésével mostanáig, és miért nem teremtett összöd hagyományt, hogy mi az online világ szerepe ezekben az ügyekben, katalizátorként vagy szelepként működik-e inkább, hogy mit gondolunk, ki menjen ki az utcára, kinek dolga, joga, kötelessége, hogy az utcán vagy az utcán is politizáljon. Ennek egy leágazásaként a békemenetet kellene érinteni, és általában a kormánypárt jelenlétet az utcán, és a végén ennek a másik oldalát, a parlamenti politizálást is mellé tenni, ennek helyette, mellette is, vagy sem, ami elvárható lenne, és van egy pompás Botka László idézetem zárásként is. Ezeket raktam elé, vagy eléd, és tegyük tönkre rögtön az egészet. Egy idézettel, Medgyessy Péter mondta ezt 2002-ben, olyan politikát fogunk folytatni, hogy ne adjunk okot az emberek utcára vitelére. Mire reagált? Miért mondta ezt? 2002-ben vagyunk. 2002. augusztus 10, tehát már ő a miniszterelnök. Igen, és akkor ugye nyilván azt észrevételezte, hogy a választási kampány lezárultát követően is tartnak demonstrációkat, utcai tiltakozásokat. Hát nem is a Fidesz. Van egy aktualitása ennek, ugye? Viktor hívei. Budaházi György. Ez július, igen, tehát ahhoz képest is egy hónappal később vagyunk, hogy volt ennek a kicsúcsosodása valóban az egy Erzsébet híd blokád, amit a frissen kegyelemben részesített egyébként egészen elképesztő módon a pápa látogatással összekötve, és egy fölmentenek egy terrorizmussal elítélt embert, szóval na, mindegy, nem tudom, hogy erről akarunk-e beszélgetni, de hogy volt egy ilyen típusú tiltakozás is, illetve hát Orbán Viktor akkor találta fel a polgári köröket, ami abszolút érinti a mi témánkat, amivel hát tulajdonképpen újjászervezte a saját pártját, és ahhoz, hogy fönntartsa a saját maga támogatottságát, újabb és újabb tiltakozásokat szerveztek a kormány ellen, például amiatt, mert ugye ez az a nyár, amikor Medgyessyről kiderül, hogy ő szigorúan titkos tiszt volt, amit nem sikerült közölni a választási kampány során, és mondjuk ez egy jó alkalom volt arra, hogy tiltakozásokat szervezzenek ellene. Ugye nekem az a fura, hogy ez az időszak, ez a 2002 nyár, ez majdnem a közepe a rendszerváltástól mostanáig eltelt időszaknak. Tehát ez szinte a tengelye, ahol megfordul ez, kicsit több telt el a rendszerváltástól odáig, mint azóta, de hogy a rendszerváltás idején az utcai politizálás az egy lendületes, fiatal, pozitív dolog, szembe megy a hatalommal, abból nőnek ki a meghatározó pártok, mozgalmak, erre kapcsolódnak rá a történelmi pártok is adott esetben. Mi történt, hogy 2002-ben Medgyessy Péter már az utcai politizálás ellen beszél, vagy az utcára vitel ellen beszél? Hát maga az, hogy az utcára kimennek az emberek, és úgymond politizálnak, és politikai követeléseket fogalmaznak meg, azért ez nem egy olyan őrült újdonság a történelemben, hogy azok szoktak ezzel az eszközzel élni, akiknek nincsen joguk odaülni a tárgyalóasztalhoz. Vagy nem hívják meg őket a királytanácsba, és akkor kifejezik valamilyen módon a saját érdekeiket, kivonulnak oda, ahova éppen lehet, és megfogalmazzák a követeléseiket, aminek többnyire egyébként tényleg az a célja, hogy bekerüljenek a politika formálásnak a testületeibe, de hát ugye ez egy széles társadalmi igénynek a megfogalmazódása, és annak arra vitára világít rá ez tulajdonképpen, hogy kinek a dolga politizálni. Az egy elkülönült politikai osztálynak, egy elitnek a feladata és a privilégiuma, hogy ezzel foglalkozzon, vagy pedig hát alant
kerengő nép az belebeszélhet ebbe a dologba, és milyen módokon teheti ezt meg, közvetlenül teheti meg azzal, hogy kimegy akár az utcára, vagy azzal, hogy szervezeteket alakít, vagy azzal, hogy azt követeli, hogy ezeket a szervezeteket vonja be, mondjuk a kormányzat bizonyos döntéshozatali folyamatokba. Szerintem ez mind a politizálásnak a csatornái közé tartozik. És ugye a magyar rendszerváltást az többnyire egy ilyen elitista folyamatként szokás leírni, hiszen hát valóban a nemzeti kerekasztalnál dőltek el fontos alkotmányos kérdések, aminek egyébként óriási szerepe volt abban, hogy ez békésen zajlott le, hogy olyan megegyezések jöttek létre, amit egész különös módon betartottak ezek a felek, akik egymással tárgyaltak, de azért az nem teljesen igaz, és mondjuk ehhez képest a prágai bársonyos forradalom a tiltakozásokkal kezdődött, ugye pontosan amiatt, mert hogy ott a rendszer, a kommunista párt nagyon sokáig mereven elutasított mindenféle tárgyalást, Lengyelországban is ugye a szolidaritás tömegmozgalma kényszeríti ki azt, hogy legyen tárgyalás. Hát Romániáról nem beszélve, de azért az sem igaz, hogy Magyarországon nem volt semmilyen utcai demonstráció, amint erre utaltál. Egyrészt voltak, nem fogom tudni pontosan fölidézni most azt a kifejezést, Kéri Lászlónak van rá egy nagyon, nagyon, nagyon szép kifejezése, vagy nem tudom, megnézem, és nem tudom, beírjuk a chatbe, vagy elmondom a következő adásban, de hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen ilyen megerősítő funkciójú, szimbolikus alkalmak voltak, tehát hogy nem úgy dőlt el a rendszerváltás, hogy sokan elmentek Nagy Imre újra temetésére, de az egy nagyon fontos jelzés volt arra vonatkozóan, hogy az állampolgárok láttamozzák ezt a folyamatot, hogy egyetértenek vele. Ez lett volna az első keresztkérdésem, hogy Nagy Imre újra temetése az utcai politizálás? Hát ugye nyilván ott egy... A demokratikus karta az utcai politizálás? Hát az abszolút az, ahogy a 89. március 15-e, ami szerintem az egyik legfelemelőbb, már mindenki elfelejtette, demokratikus megnyilvánulás volt ebben az országban, annak nagyon fontos politikai szerepe volt, mert bebizonyította, hogy az ellenzéki kerekasztal pártjainak igenis van támogatottság, akkor is, hogy nem tudják az emberek megnevezni, hogy kik ezek a politikusok, akiket addig kétszer láthattak a tévében, de hogy sokkal többen mentek el demonstrálni az ellenzéki rendezvényekre, mint az akkori hivatalos megemlékezésekre, illetve hát előtte ugye a Bős-Nagymaros elleni tüntetés és a romániai falurombolás elleni tüntetés mind a 1988-ban volt, ezeknek egyértelmű politikai üzenete volt, ebben fejeződhetett ki, ezekben a témákban, és ott nagyon sok ember, hát ott sok tízezer ember részt vett ezeken a demonstrációkon, ezeknek jelzés értéke volt abból a szempontból, hogy az emberek változást akarnak. Szóval ez egy nagyon fontos dolog, és még a rendszerváltáshoz az is hozzátartozik, van egy nagyon szép, talán már beszéltünk erről egy korábbi adásban, van egy nagyon szép Tamás Gáspár Miklós szöveg 2019 elejéről, amiben arra emlékszik vissza ő, aki a rendszerváltás számos társadalmi következmények egy nagyon, nagyon elszánt kritikusa volt, de mégis arról beszélt ebben a megszólalásában, hogy milyen nagyszerű időszak volt az, amikor egy-másfél millió ember nehéz megszámolni, folyamatosan részt vett a politikai közéletben, nem csak utcai demóknak az útján, hanem úgy is, hogy elment a saját városában egy gyűlésre, egy közmeghallgatás, most éppen ugye föltalálódott az állampolgárok nélküli közmeghallgatás egy évszakai kormányrendeletben, és ott vitatkoztak egymással a közügyeiről, és ehhez nem kellett belépni egy pártba, vagy akár be is léphettek egyébként, mert az sem egy ördögtől való dolog, tehát hogy ez a csatorna is működött, hogy leálltak az emberek egymással beszélgetni, megvitatkozni. Van egy állításom, amit nem gondoltam végig, és azért nyugodtan rúgtam, igaz, de mintha 2002 és 2010 között a Fidesz ezt a műfajt megette volna. Tehát, hogy az utcai jelenlét, az ugye 2002-2006 között a Fidesz folyamatosan mozgásban tartja a saját tagságát, a legkülönbözőbb aláírásgyűjtések, hogy a polgári körök eleve kiviszik a pártszerű működés alól, ezt a mozgalmiságot, és az utca, az sok szempontból ők. Aztán jön 2006 összöd, ahol ugyan ki tud ebből nőni a Jobbik is, vagy megerősödni, mert korábban is létezett már, de a konklúzió legkésőbb a vizitdíjas népszavazás idejére az, hogy ez a műfaj, maga az utca, az a Fideszé. Tehát, hogy én nem nagyon látok ott mást. Aha. És ez azért nagyon fontos szerintem, mert 2002 és 2010 között belecsúszik a Fideszbe az utca, vagy a Fideszé lesz az utca, és utána egy-két alkalommal látjuk, hogy nem az övéké, majd erről is szeretnék beszélni, de alapvetően meg nincs utcai politizálás.
Akkor viszont mégiscsak kanyarodjunk vissza ez a Medgyessy idézethez. Ugye itt politikusok mondanak politikai mondatokat. Tehát lezajlik egy olyan választási kampány, amiben egy nagy fordulatot jelent 2002-ben az, hogy Orbán Viktornak van a nevezetes testnevelési egyetemen elmondott beszéde, ami sok szempontból ugye tulajdonképpen a ma ismert Fidesznek a születése, annak a beszédnek a hangütése. És tartalmi elemeiben is, és utána, amikor elveszti Orbán a választást, azt követően ő úgymond kint tartja az utcán a híveit, részben azért, hogy folyamatosan jelezze, hogy neki a vereség ellenére is van támogatottsága, meg amiatt is, mert elkezdi, levon egy bizonyos következtetést arra vonatkozóan, hogy szerinte ki a hibás, nem ő, ennyit elmondhatunk, és elkezdi tulajdonképpen a saját pártjának a leváltását. És ugye ez az a fórum, ahol ő mint vezető tud megjelenni, hiszen a parlamentben kisebbségbe szorultat, nem tud vezető szerepben. És még a pártelnöki posztot sem veszi vissza rögtön. Nem veszi vissza, így van. Na most ugye erre reagálva mondja azt a Medgyessy, aki ugye megnyeri ezt a választást, és ugye a TF beszédre az a válasza, hogy elviszi a támogatóit a zsérbuba orosz krémtortát, tehát egyébként az orosz krémtorta választását sose értettem egészen pontosan, hogy ez... Nekem az a kedvenc sütim. Ez rendben van, de hogy mégiscsak ezt a politikai üzenetet választanád el, hogy pont orosz krémtorta, tehát legalább van magyar süteményt. Mindegy, hagyjuk is. Szóval, hogy ezt követően pedig, mivel ő ugye az árok betemetés, ami persze szintén egy politikai mondat, jelszavával lett miniszterelnök, ő ugye azt képviseli, hogy itt nyugi lesz, és ezzel a nyugalommal nem fér össze az, hogy ezek az emberek itt egész nyáron jönnek, mennek, tüntetnek, mindenféle követeléseket fogalmaznak meg, holott már a választási kampány régen véget ért, és mindenki arra vágyik, hogy ez a nagyon heves politikai vitákkal tarkított közélet lenyugodjon, tehát ez is egy politikai üzenet természetesen. Azt gondolom, annak a mögött is van egy ilyen politikai megfontolás, hogy mit akarunk csinálni a polarizációval. Ez szerintem egy stratégiai kérdés is. Beleállunk ebbe a dologba, és élezzük a feszültséget, hogy a saját táborunkat még inkább a másik ellen tudjuk mozgósítani, vagy az a politikai ajánlatom, hogy valamilyen varázslatos elgondolás mentén olyan politikát csinálva, ami ellen nem kell tiltakozni, ilyen politika szerintem nincs nagyjából. Annyira népszerűek és támogatottak leszünk, hogy hiteltelenné válnak az ellen folytatott demonstrációk, amikor ezt Medgyessy mondta, és ezt nehéz ma elképzelni, közel 21 év után Medgyessy ekkor közeledett a népszerűségi csúcsához, és amikor ő ezt a mondatot mondta, túlélve a D209-es ügynek a botrányát, és haladta az MSZP egy elsöprő önkormányzati választási győzelem felé, ezekben a hónapokban ekkor hirdetik meg, hogy én nem tudom, 43 nap alatt sikerült teljesíteni a 100 napos programot, és szóval minden, akkor ez a mondat sokkal népszerűbben és sokkal hitelesebben hangzott, mint gondolnánk, Medgyessy Péter politikai sorsát ismerve. Van még két győzelme ennek a társaságnak, már Medgyessy nélkül. Az egyik a 2004-es népszavazás, amiről nem sokat szoktunk beszélni, de ott derült ki az, hogy Orbán Viktor mellett még nincsenek ott azok a tömegek, amelyekkel döntő. Hogy nem ért még oda, igen. Így van, döntő igen. Győzelmet lehet aratni, és Gyurcsány Ferenc akkor még egy sokkal kiegyensúlyozottabb szereplője volt a magyar nyilvánosságnak, tehát azért az ő kontrasztja, most minden izgens táncimánci dolog dacára is, azért ő ahhoz képest mondott, vagy mutatott kontrasztot, hogy Orbán Viktor plakátjain Fata Jánosné azt arról panaszkodott, hogy rosszabbul élünk, mint 4 éve, 109%-os szívgyógyszermelés, Orbán Viktor 14. havi nyugdíjról beszélt, és államcsődről egyszerre, ehhez képest Gyurcsány Ferenc, Batiz András szemüveg keretének egy normális autó hátsó ülés, és én elmondta, hogy hogyan fog kinézni a következő 5 év. Tehát szerintem Gyurcsány tulajdonképpen ezt a Medgyessy által elindított folyamatot, ezt végigvitte és megnyerte, az összöri beszéd volt az, ami az egészet a visszájára fordított. Persze, az nyilván egy komoly fordulat volt, annyiból vitatkoznék csak ezzel, hogy Gyurcsány a Medgyessy anti-orbánságát egy ellen-orbánságra fordította át, tehát hogy ő a vezére akart lenni a nem Fidesz oldalnak, amit akkor nem úgy hívtak, hogy nem Fidesz oldal, mert voltak egy pártja, amit úgy hívtak, hogy MSZP, tehát hogy igen, volt egy önálló politikai. Az egy Kovács László féle, majd Hiller féle MSZP volt, ami viszont nem Kövér László, tehát persze, de ilyen értelemben vezetőt keresett ez a csapat, tehát tulajdonképpen ők maguk vetették el ezt az árok betemetési szelítkedést, mégis annyiból fölvette a kesztyűt egyébként ez az oldal,
valahogy 2006-ban volt egy választási nagy gyűlés, amiről ők maguk is akkor már azt gondolták, hogy nem igazán a saját műfajuk, tehát nem egy lakossági fórum, hanem egy választási gyűlés, egy jól megválasztott helyen, az Andrássy útnak egy ilyen szűkebb részén, tehát nem a Hősök terén, ahol nagyon sokan ott voltak egyébként, és ilyen értelemben, miközben opponálta ezt az utcai politizálást, az akkori MSZP, meg SZDSZ. Tudunk mi, ha akarunk. Pontosan, tehát ezt is meg akarták valójában mutatni, de összességében, sikerült jól válaszolnom, összességében az, amit mondasz, hogy ezt az egész terepet átveszi a Fidesz, és részben azért, mert hogy nem is nagyon mennek utánuk ebben az ügyben, 2002 és 2010 között, hát vagy azóta is, a fene tudja, ez egyébként persze igaz, és ebben ugye az is benne van, hogy ez a Fidesznek sem volt a módszere addig, amíg hatalmon volt, de azért egy dolgot hozzátennék, hogy a kontextus talán teljesen értjük, hogy ugye ez az utcai politizálás, ez a parlament szerepével szemben fogalmazódott meg, hogy hát a parlamentben kéne politizálni. Parlamentben vitézkedő pártjaink, mondja Orbán Viktor. Hát igen, na most nyilván ugye ebben egyrészt van egy elitista megközelítés megint csak, hogy a parlament privilégiumának lehet-e tekinteni a politikát, és akkor itt hosszan el lehetne gondolkodni a képviseletnek a szerepén, mert persze azért a képviselőket mégiscsak azért választjuk, hogy ők ott politizáljanak, miközben, ahogy mondom, vannak más legitim csatornák is, és valójában ugye az itt az érdekes szerintem, hogy Orbán elkezdi miniszterelnökként a parlamentnek az elgyengítését is, és most nem akarok azon vitatkozni, tényleg senki nem emlékszik már rá, tök mindegy, hogy most a 3 hetes ülésezés az egyébként lehet, hogy tartalmilag jót is tett a parlamentnek, a felett ugye nem ez volt a célja, hanem az, hogy nagyon távolra kerüljenek egymástól a politikai viták, de ugye elkezdődött egy olyasfajta, ezt úgy hívják, hogy prezidencializálódás, aminek a következtében a miniszterelnök így elemelkedik a saját pártjától is, a saját parlamenti képviselőcsoportjától is, és szünetelnek, vagy ritkábbá válnak azok a fórumok, ahol pacekba rá lehet kérdezni a miniszterelnöknél, hogy ő mit csinál, és ugye ebből kivonul, vagy ettől próbál eltávolodni, amikor elveszti a választást, akkor ugye 3 évig nem is szólal föl az országgyűlésben, és innen megy ki az utcára, és fordul oda csak a saját támogatóihoz. Tehát ugye ezt az utat, ha így egyben látjuk, akkor talán jobban érthető, hogy az a kritika, ami akkor megfogalmazódott, és szerintem félrevitt sok mindent ez az utcai politizálás, de hogy valami tartalmi eleme mégis, tehát volt mit megvitatni rajta. Szóval ezt akarom mondani, még hogyha az nem is egy helytálló következtetés szerintem, hogy az emberek maradjanak otthon, és várják ilyen 4 évet. Van egy nagyon érdekes húz meg, erez meg játék 2006 és 2010 között, amíg megérkezünk a NER-be. Én a világ legrosszabb ingatlan kereskedője lennék. Én 2006 őszén vásároltam jó kis svájci frank hitelből a Blaha-Lujza-tér környékén egy garzont, és az egyetlen ember vagyok, aki a belvárosban vett egy lakást, drágán és olcsón adta el később. De a lényeg az, hogy 2006. szeptember elején költöztem a Blahához, hogy én akkor mostantól a Budapest éjszakai élet császára leszek, megyek majd mindenhova, ehhez képest, mint a legrosszabb zombi filmekben, sötétedés, menjünk haza, mert jönnek szétverni az utcát napokig, hetekig, más szempontból hónapokig, de az volt a nagyon érdekes megfigyelésem, hogy miközben az utcán tényleg megjelentek szereplők, de ennek a tartósága az nagyon kérdéses volt. Ugye adott ponton az Indexen már volt tüntetőszámlálós, hogy a Kossuth téren még hányan vannak, és akkor ott volt 3 pálcika ember, meg egy kiskutya. Ekkora Fidesz rászervez, és fölállít egy saját színpadot, ahol a nagy ágyúit rakja ki, hogy akkor mondja be Áder János, hogy én vagyok a csornai Charles Bronson, és ezt bemondatják vele, mert mindegy. Pokorni Zoltán a tanárember, és hogy igyekszik megtartani az utcán valamiféle feszültséget, de arra is nagyon ügyel ugyanakkor, hogy ez ne csapjon túl egy adott ponton, mert tudja, hogy neki az a dolga, hogy mindezt az erőt, ez beszívja saját magához, és fideszes szavazókat csináljon belőlük. Először a népszavazáson, vízidíjas népszavazáson, majd a 2010-es választáson. És szerintem körülbelül ott dőlt el minden, mert hogy aki ezt gondolja a világról, az bement fideszes szavazónak, és az ellenoldali ajánlat az utcán csak időről időre tudott megjelenni egyre kisebb hatásfokkal, először még a Millában nagyon azt látjuk, a Szolidaritás volt az első talán, amiben nagyon már 2010 után, igen. 2010 után nagyon azt látjuk, a Milla, ami ennek a másik oldala tudna lenni, és folyamatosan csökken az elérés, és utána már csak egy-egy ügy mentén történik meg, hogy akkor most ne legyen netadó, hogy akkor most ne zárjanak be vasárnap a boltok, és elpárolog az egész valahogy,
illetve, és majd ide fogom behozni az online dimenziót is, nyílnak más csatornák, amelyek nem vagyok meggyőződve róla, hogy mindig csak segítik, néha szerintem gyengítik, vagy kiváltják az utcai politizálást. De szerintem az ügy mentén történő tüntetések azok hogy mondjam, a demokrácia gyakorlásához tartoznak hozzá. Tehát szerintem az, amikor a nem kritikusan fogalmaztam, meg igen, csak azt akarom mondani, hogy a netadós tüntetés 2014 őszén, most tényleg megbeszélhetjük azt is, hogy miért csak 300 forintért hajlandóak tüntetni az országban az emberek, és 3000 milliárd forintért, meg miért nem. De hogy az sokkal direktebb módon politizálás és közéletformálás, mint az, hogy a naptárban lévő pirosbetűs ünnepekre szervezünk egy tüntetést, és ha éppen akkor van politikai mondandónk, ha nincs politikai mondandónk, akkor is akkor megyünk ki az utcára, és akkor szerveződünk össze, tehát hogy a politikának ez a sajátos hullámzása, ez nem biztos, hogy a naptári napokat követi le. Ráadásul ugye a netadós tüntetés azért is egy jó példa szerintem, mert ott, és később mondjuk a Tanítanék mozgalom, vagy a mostani tanár-diák tüntetések, ezek alulról jövő kezdeményezések, amelyekben tényleg a dolgokba beleszólni akaró társadalom akarata nyilvánul meg, és akkor kirakják az utcára azt, hogy nekik itt mégiscsak lenne valami hozzátenni valójuk ahhoz, ami a politikai döntéshozatalban szól. Ez szerintem tök jó, és kifejezetten fontos része a demokratikus közéletnek, vagy a közélet demokratikus szándékkal való visszakövetelésének. Mi történt 2010 után? Mert én nem vagyok biztos abban, hogy pontosan értem, vagy pontos definíciót tudom adni, hogy eltűnt az utcai politizálás, és gyenge lett, Vagy pont az a gond, hogy intézményesült a pultozással, ez egy ilyen műszó, ami 2010 után lett igazán sikeres, népszerű. A Fidesz hagyott egy részt a rendszeren, hogy lehet aláírást gyűjteni. Ha nem akarná, ha veszélyesnek érezni, akkor szerintem tett volna róla, beírná az önkormányzati törvényt, vagy nem szabad. Hát aztán úgy csinálják ki a népszavazást, valahogy aláírás lehet gyűjteni. De igen. Pont ez a lényeg, hogy nem csak népszavazásra, hanem bármire, és hogy az ellenzék utcai jelenléte az ilyen pultok mögé szorult sok szempontból. És szerintem ezért aztán ártalmatlanabb is, mint korábban lett volna. Van egy megfigyelésem. Most változik a sajtófotóknak a metódusa, ezt mindenkinek ajánlom, hogy nézzen meg tüntetési képeket régről és mostanról. Hogy most a tanár-diák tüntetéseken vették észre a fotósok, hogy az jól néz ki, hogyha alulról lefotózok üvöltő gyereket, nyitott szája, most már felnőttet és egy csomó ilyet, korábban szelfiző embereket fotóztak. Ami nagyon kontraproduktív, mert egy társasági eseményt látunk, te is kijöttél, jaj, de jó, puszi-puszi, fotózzuk le egymást, és nem azt látod az emberen, hogy ő most dühös valami miatt is, valami ellen tüntetni akar. De ezzel együtt is azt gondolom, hogy az, hogy lehet tüntetni, hogy az elején bejelentik, hogy ettől eddig vagyunk, és utána hazaküldjük az embereket, az nem ugyanaz, mint az utcai politizálás 20 vagy 30 évvel ezelőtt volt. Hát nem akarok nagyon csapongani az időben, de ugye akár amiket mondtam, a rendszerváltást közvetlenül megelőző időszakból tüntetés, mondtad a demokratikus kvartát 92-ből, ugye ezeknek volt konkrét kiváltó oka ezeknek a tüntetéseknek, és beleilleszkedett egy politikai agendába, narratívába, üzenetrendszerbe, ez talán egy magyar szó. Tehát azonosítani lehetett, hogy miért van ez, kik azok, akik itt megszólalnak, és mit szeretnének elérni. És szerintem, miközben nekem sok bajom van a Fidesz által képviselt politikai célokkal, azt lehet tudni, hogy amikor mondjuk ők szerveznek egy békemenetet, akkor éppen mit akarnak elérni. Tehát amikor először ez megszerveződött, és a milyen viccesen nem leszünk gyarmat feliratokkal vonultak, ugye ők a valuta alap gyarmatosítására gondoltak, akkor még nem, tehát más gyarmati létek is azért itt eléggé az ajtóban állnak, akkor ugye egy csökkenő kormánypárti támogatásnak az ellenpontozása volt a cél, volt egy demonstratív ereje, hogy mi még igenis mindig itt vagyunk,
és hogy nem fog szétesni ez a kormánypárti tábor attól, hogy most éppen szűkül a támogatottság, tehát egy ilyen nagyon világos, megerősítő üzenet volt, tényleg sok százezer emberrel, ha buszoztatták is őket, akkor is ezek az emberek nem ostorral voltak oda kergetve, hanem ők kiálltak a saját kormányuk mellett. Ugye innentől kezdve pedig bele fogunk kanyarodni a magyar politika alapszerkezetének az elemzésében, hogy hát van egy ilyen egységes blokk, annak van egy központi irányítása, ettől még vannak meggyőződéses hívei, ez a, hát nem tudom, ez a rossz hírem, hogy ők ezt igenis komolyan gondolják, nagyon sokan, és akkor van egy olyan másik oldal, amit én 13 éve nem vagyok képes leírni egyetlen jelzős szerkezettel. Azon túl, hogy ellenzék. Hiszen. Azon kívül, hogy ellenzék, és mindenféle elemekből áll, és tulajdonképpen még akár ez is lehetne benne a rokonszenves, hogy mennyire heterogén, és mennyire sokszínű, csak hogy nincsen egy politikai irányítása, és nincsenek eldöntve ezeknél a tiltakozásoknál olyan stratégiai célok sem, hogy akkor most tiltakozunk valami ellen, oké, rendben van, ennek van egy alkalma, ez is rendben van, és mi az, amit el szeretnénk érni. Ugye innen jönnek azok a viták, hogy akkor most szabad-e politizálniuk a civileknek. Meg lehet-e fogalmazni egy szakszervezeti tüntetésen másfajta követelést is, mint a béremelést, meg a nem tudom, a munkaidő csökkentést, meg a munkavállalói jogot, miközben tudván tudjuk, hogy ez egy politikai küzdelem, amit mondjuk egy, nem tudom, a tanárok státusztörvénye, vagy ők, szerintem ez egy jó megfogalmazás, amúgy bosszú törvény kapcsán képviselnek. Lehet-e nem politizálni ezekben az ügyekben, és van egy ilyen folyamatos lefordulás a politikaiaknak látszó, tehát nem csak szakpolitikai követelésekről. Ez egy közvetlenes kérdésem, a politikai ízlésedet illető. Bocsánat, csak ez azért nagyon lényeges szerintem, mert amúgy a rendszernek az egyik, a NER-nek az egyik fő működtetője az, hogy a kormány monopolizálja a politizálás jogát, megbélyegző jelzőként alkalmazza másokra, hogy ők politizálnak, miközben hát minden egyes döntése politikai döntés, és ezzel magánál tartja a politikai döntések, és egyáltalán a politikáról való beszédnek a kizárólagosság. Erről akarlak kérdezni, hogy jobb lenne az, hogyha Magyarországon minden közszereplőről, akinek a foglalkozása nem politikus, arról tudnánk úgy, mint mondjuk az Egyesült Államokban, hogy a legfelsőbb bíróság tagjától kezdve a country zenészig, hogy akkor ő demokrata, vagy republikánus, és a panditokról, akik bemennek a tévébe vitatkozni a politikáról, a bemondókról, hírolvasókról, egyebekről, a sheriffről, hogy ő milyen pártállású. Jobb lenne, hogyha nálunk is ez ki lenne téve az asztalra? Mert szerintem a fideszeseknél ez ki van téve. Hát nem is mindenkiről, de legalábbis hát azt gondolom, hogy akik politikáról beszélnek és ezzel foglalkoznak, azokról klassz lenne ezt tudni, hogy most a country zenészekről akarom-e tudni, vagy sem, mert nem biztos, hogy mindegyikük gondol erről valamit, de hogy igen, szerintem ennek a felvállalása az nyíltabb és tisztább viszonyokat teremtene. Nyilván ez azzal is összefügg természetesen, hogy ki mekkora kockázatát érzi annak, hogy ezt elmondhassa. Ezt feloldaná ezt a problémát, amit mondtál. Hogyne, de azzal is összefügg, igen, valójában azzal is összefügg, hogy magát a politizálást mennyire tartják az emberek egy ilyen megbélyegző szörnyűségnek, amitől menekülni kell, vagy pedig azt gondolják, hogy van egy véleményem, és miért ne vállalhatnám ezt föl. Nagyon érdekes, hogyha egyszer valahol egy távoli országban rászállnál. Az helyzet, hogy politikai változást elérni politizálás nélkül viszonylag nehéz lesz, igen, ha valaki ezt ambicionál. És pont azt akarom mondani, hogy azt a politikai változást még akkor lehet elérni, hogyha nem tudom, egy távoli országból küldenének ide 4 milliárd forintot kultúraváltó kampányra, akkor annak egy részét lehetne arra fordítani, hogy a politika nem egy ördögtől való dolog. Az embereket meggyőzni a részvétel és a közös gondolkodás fontosságáról. Szerintem ez egy jó dolog lenne, de nyilván el lehet költeni Facebook hirdetésekre is. Az online dimenzióról fogunk majd beszélni még egy sort, csak előtte azt akartam megkérdezni, ha már a személyeknél járunk, hogy ki menjen ki az utcára politizálni. Nekem van két terminus technikusom, a rátelepedés és az eltérítés. Ugye nagyon sok vita szokott ezzel kapcsolatban lenni, én a kettőről mást gondolok. Amit rátelepedésnek hívnak, azzal nekem különösebb bajom egyébként nincsen. Én azt gondolom, hogyha van valahol egy esemény, és úgy gondolja egy politikus, hogy oda megy és szeretne ő is ezzel részt venni, megmutatni, hogy ezzel egyetért, ad abszurdum még a zászlóját is elvinni, nekem azzal különösebb bajom nincsen. Tehát mindaddig, amíg nem arról van szó, hogy ő szeretné ezt az egészet eltéríteni, mert ez egy másik dolog,
amikor kimennek tüntetni valamiért, és a politikus valamilyen erőforrást használva ezt a tüntetést utána átrángatja máshova, más ügyre, saját maga melletti kampányba fordítja, nekem azzal már tud bajom lenni, de önmagában a jelenléttel, a támogató jelenléttel nekem nincsen. Kitüntessen. Hát átrángatni is csak akkor tudja, ha mennek vele. Uh-huh. Ha nem mennek vele, akkor nem tudja átrángatni. Hát nézd, ha megnézel képeket arról, hogy mondjuk tüntetnek Izraelben az ottani bírósági, hát reformnak nem nevezném, uh-huh. ellen, tehát igazából az igazságszolgáltatás, mint hatalmi ág meggyengítését célozza a kormánynak a most egyébként elhalasztott intézkedés sora, és az jelent tüntetek, akkor a tüntető körében látsz nemzeti zászlókat, látsz pártzászlókat, látsz hova tovább LMBTQ szivárvány zászlókat. Mm. Tehát magyarul minden olyan csoport, amelyik az adott üggyel egyetért, az kimegy, és demonstratíve képviseli az identitását, hogy ő itt van. Ettől még tudjuk, hogy miért tüntetnek. Igazából ennyi, tehát, hogy valójában szerintem az volna jó, hogyha tehát, hogy egy ilyen tüntetésen, mint a saját véleményük és a saját politikai közösségük megjelenítőjeként bárki jelen tudna lenni, és hát hogyha egy közös ügyben egyetértenek, vagy egy ügy közössé alakul, akkor igazából azt gondolnám, hogy erősíti, hogyha sokféle háttérrel rendelkező emberek viszont ott megjelennek. Akkor ez alapján nem béna dolog a kormány mellett se tüntetni, vagy de? Hát... Nem, mert ugye a békemenet kapcsán... Rendkívül liberális vagyok ilyen dologban, tüntessenek a kormány mellett, hát ugye ebben az országban 1990-ben a taxis blokkád idején volt benzináremelés mellett tüntető kormánypárti tömeg is, tehát én tőlem nyugodtan Hát ugye azok a, jó, hát egy kicsit karikírozom, de ugye amikor a taxis blokkád idején, már nem tudom melyik napon, azt hiszem a szombati napon, ugye csütörtöktől vasárnapig tartott, azt hiszem szombat délután volt egy a kormány támogató kormánypárti tömeg, amelyik a Kossuth tér elé volt, jó, most karikíroztam, nem a benzináremelés mellett tüntettek, de hát a kormány álláspontját támogatták, és az, hogy tartson ki, tehát tartalmilag mégiscsak emellett tüntettek, tehát ami valahol mégiscsak abszurd, de hát kifejeztek egy politikai véleményt, azon lehet vitatkozni, hogy mondjuk egy ilyen feszült helyzetben érdemes-e külön demonstrációt szervezni, de közben meg azt gondolhatjuk, hogy hát ha valakik lezárják az országot, akkor meg miért ne lehetne még akár békésen tüntetni, és szóval, hogyha volt benzináremelés mellett tüntető tömeg, akkor én talán bármi mellett lehet tüntetni, persze. A témán közvetlen apropója az ismétlődő kordonbontás a budai várban. Ha nem találták valaki, a nézők, hogy erről, ennek apropóján beszélgettünk. Direkt nem az aktuális dolgokat dobom be az elején, mert nem az a dolgunk, hogy 26-ként is átrágjuk az aktuális híreket, és van egy felvezetésem is hozzá. Botka László mondta azt, még MSZP-s politikusként 2016 novemberében, hogy a parlamentet azért tartják, hogy az emberek ne az utcán öljék egymást. És ugye azóta... Sehol ne üljek egymást. Azóta is zajlik ez a vita, ketrecharcot szeretem, azóta is zajlik ez a vita, hogy a NER-ben résztvevő, mandátumukat fölvevő, fizetést kapó országgyűlési képviselők, azok pontosan mi célból vannak jelen a parlamentben, hogy az egy kifizető hely számukra, amiből tudják finanszírozni a magasztos utcai politizálást, vagy nekik ott képviseleti funkciójuk is lenne, hogy az utca mellett vagy helyett van valaki benne a parlamentben. Te hogy látod ezt egyébként? Egyrészt, ami most történik, az azért van, mert a parlamentben eszköztelen az ellenzék, és az elmegy kordont bontani, vagy igazából a kordonbontás az amellett kellene, hogy működjön, hogy a parlamentben is roppant effektívek? Hát ugye azért én mégiscsak abból indulnék ki, hogy ez nem egy risz-rossz demokrácia, hanem ez egy autokrácia. Uh-huh. Oké. Innentől kezdve azért szerintem más az ellenzék funkciója, és más a magatartás készlete. Ha jelen van a parlamentben, bement oda, akkor szerintem fontos azokat a így megszerzett állami forrásokat olyan célokra használni, amelyek mondjuk kifejezik ezt a rendszer ellenzékiséget. Ebből egyébként lehetne,
nem tudom, finanszírozni, például, nem tudom, ha civil szervezetek kerülnek olyan helyzetbe, hogy valamilyen konfliktusok van a politikai rendszerrel, és mondjuk perköltségük van, akkor lehetne egy olyan alapot létrehozni, amiből ezt ki lehet fizetni. Ez még nem politikai összeragadást jelent, hanem ugye arra használ, legalább elkezdem rendeltetésre használni az állami finanszírozást. Fontos lenne ugye arról beszélni, hogy mire való a választás, hogy kikényszeríthető az, hogy a következő választásnak legalább legyen tétje. Ha mondom, bekerültem a parlamentbe, akkor mire használom föl ezeket az állami forrásokat, és hogy mire használom föl a parlamenti képviselőségből adódó lehetőségeket, arra használom föl, hogy nem tudom, benyújtok még egy módosítót egy határozati javaslathoz, vagy arra használom föl, hogy azzal a tekintéllyel, ami még megmaradt a képviselőség mellett, járulok hozzá mondjuk utcai demonstrációk. De érdekes, én valószínűleg sokkal jobban tisztelem az intézményeket, mint erre, most jöttem rá. Tehát, hogy nekem valószínűleg többet jelent, hogyha valaki országgyűlési képviselő. Nem csak kétharmad van, rendeleti kormányzás van ebben az országban. Szóval én annyira szeretném, ha ezt egyszer lereagálna az ellenzék. Rendeleti kormányzás van. Tehát igazából ez a dolog teljesen mást jelent, mint amit jelentett akár 2015, vagy akár mint 2020 előtt jelentett. Adják vissza a mandátumokat? Én nem ezt mondtam. Nem, én pont nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy szerintem, ha a rendszer visszaélésszerűen használja a demokratikus intézményeket, akkor abból a szempontból is lehet ezeket visszaélésszerűen használni, hogy én azért vagyok bent, vagy pont csak annyira vagyok bent, hogy hozzájussak az állami finanszírozáshoz, és abból például támogassak olyan demonstrációkat, olyan civil szervezőket, vagy nem civil szervezőket, helyi jelenlétet, sajtót, bármit, amiről azt gondolom, hogy a rendszerrel szembeni ellenállást ez által meg lehet szervezni. Tehát a parlamenti jelenlét szerintem ebben a szituációban önmagában semmit nem számít. Az számít, hogy mire tudom felhasználni azt a fórumot, illetve az ebből fakadó pénzügyi forrásokat, az meg egy politikai, stratégiai kérdés, hogy egy következő választás, mert mindenki állandóan most a 2024-es választás, nem tudom miért reménykedik, de hogy közben meg az a kérdés, hogy hogyan lehet azt kikényszeríteni, hogy a választásnak legyen tétje, és szerintem ez szervesen összefügg azzal, hogy azok a kormánykritikus választók, akik azért léteznek ebben az országban, azok politikai táborrá szervezhetők-e, és például visszajön a kedvük ahhoz, hogy legalább az utcára kimenjenek, és ott politikai követeléseket támogassanak, még hogyha konkrét elképzelésük nincs is arról, hogy ennek kapcsán melyik pártra szavaznának. Hát szerintem ezt jelenteni a politizálás, csak kiprovokáltad belőlem a legvégére, ezt jelenteni a politizálás a 2020-as évek Magyarországán. Ennek sokféle megnyilvánulása lehet, és bocsánat, csak a kordonbontáshoz kapcsolódva, hogy igen, ahogy mondtam, korábban is követhető volt, hogy mi a politikai helyzet, mi a konkrét politikai követelés, kik mennek ki és mit akarnak elérni. Hát az utcai demonstrációknak is ebben az értelemben van, vagy lehet jelentősége. És akkor van az, hogy nem csak megunják és hazamennek, mert nincs semmi felszólítás, amit kapnának, hogyha ugye összefüggés teremtődik egy konkrét követelés, tehát mi történik a tanárokkal, meg a politikai helyzet között. Tehát mindaddig, ameddig azt mondják a demonstrátorok, hogy ők nem akarnak politizálni, azzal a saját eszközkészletüket gyengítik meg valójában, mert közben egy mindent politikának látó politikai rendszerrel szemben mondják azt, hogy ők nem politizálnak. Nem bántani akarom őket, csak szerintem ez egy fontos lépés, amit meg kéne tenni. Ahhoz is, hogy az eredeti konkrét követelés az megvalósulhasson. Ezt akartam hallani. Mondhattad volna az elején. Jó, de hát ez viszont már a vége, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm a nézőinknek is, hogy velünk tartottak. Hogyha szeretnének élőben is látni minket hosszabban és viccesebben, ezt a Duma Színházban immáron a nagy színpadon tehetik meg, ahol enni, inni is tudnak. Ha pedig jegyet szeretnének vásárolni, egy májusi, ami már majdnem teltházas, de egy júniusi, amit csak most hirdettünk meg előadásra, azt a leírásban található linken tudják megtenni. Tartsanak velünk a jövő héten is, köszönjük, hogy itt voltak, viszontlátásra.